Sziasztok! A gyors tanulási tanfolyam harmadik lépése az olvasás. Vagyis az a mítosz, hogy az olvasás az maga a tanulás. Pedig ez egyáltalán nem így van. Amikor elkezdünk egy tréninget, az első feladat mindig, hogy egy tananyagot adok a diákoknak, és a saját tanulási szokásaik szerint dolgozzák fel azt. A következőket tapasztalom. Általában a fiúk csak elolvassák, és nem húzzák alá, nem emelik ki a lényeget. A lányokra jellemző, hogy ők valamilyen formában aláhúzzák a lényeget, vagy címkiemelővel, vagy vonalzóval. Ez is egy borzasztó rossz technika, majd a gyors olvasásnál fogom ezt részletezni, hogy miért. Tehát mi is a baj ezzel, hogy arra gondolunk, hogy az olvasás az maga a tanulás? Két csoportra tudjuk bontani ezt a témakört, méghozzá az szerint, hogy mennyi a megtanulandó anyag. Hogyha valaki már idősebb korosztályhoz tartozik, és szakkönyveket kell elolvasnia, tudnia kell, hogy a szakkönyveknek a 80%-a csak rizsa, és a 20% a lényeg. Természetesen, hogyha valaki érettségire készül, vagy nagyon részletesen kell tudni a tananyagot, akkor az ő esetében ez a százalékos arány már nem igaz. Viszont tudnotok kell, hogy ha csak olvasol, akkor 5 perc után, az olvasás után, tehát 5 perccel, az elolvasott információnak az 50%-a már is távozik az agyadból. És most kapaszkodj meg. Második nap már a 95%-a eltávozott. Tulajdonképpen ugyanez vonatkozik arra is, hogyha te bent ülsz egy órán, hallgatod a tanárt, hazamégy, és nem teszel arra a tananyagra egy megerősítést, és másnap fogod újra a kezedbe a tankönyvet, akkor a te fejedben abból, amit hallottál, már csak 20% van bent. Miért is kevés maga az olvasás? Miért nem lehet azt mondani, hogy az olvasás az tanulás? Azért, mert a tanulás az képalkotás. Tehát olvasás közben neked már képeket kell alkotnod. A tanulás asszociáció. Asszociációkat kell létrehoznod, olvasáskor nem tudsz asszociációkat létrehozni. Az olvasás az nagyon kevés energiát kelt benned. Úgy képzeld el, hogy van egy látyis szellőcske, ugye mennyire mozgatja meg a fákat, éppen hogy csak látod, hogy rezegnek a levelek. Olvasáskor ez történik az agyadban. Viszont, hogyha tovább lépsz, és az olvasás után más tevékenységet is végzel azzal a tananyaggal, az már viharszerű, akár orkánszerű tombolást is létrehoz az agysejtjeid között. A legérthetőbb pedig, hogy miért nem elég az olvasás, az az, hogy az olvasás az tulajdonképpen csak az információnak a rövidtávú memóriába helyezése. Bebizonyították kutatók, neurológusok, hogy a rövid távú memória 5 perc alatt megtelik. Hogyha van egy fürdőkád, és elkezdesz beleönteni, beleengedni vizet, és miután megtelt, és még mindig tovább folyik a víz, hiszen tovább töltöd még, akkor mi történik? Kifolyik a fölösleg, hogy a helyére, az új információ helyére, az új víztömeg a kifolytnak a helyére tudjon lépni. Ugyanez történik az agyadban is. Az új információ, ami már nem fér be a rövidtávú memóriádba, kiszorítja az ott lévőeket. Méghozzá ez megtörténik 5 perc után. De akkor hogyan is kellene olvasnunk?
Hát az első, amit tudnod kell, hogy nem kell mindent tudni, és nem kell mindent elolvasni. Mert ez olyan lenne, hogy a hangya meg akarja zabálni az elefántot. Másodszor, amit nem szoktak megcsinálni a diákok, hogy előtte madártávlatból átnézem a tananyagot. Tehát az első lépés, megnézem a címet, miről szól, és utána megnézem az alcímeket. Hogyha ezt nem teszed, akkor ez olyan lenne, mint hogy egy térkép nélkül elkezdesz kóvályogni a városban, és fogalmad sincs, hogy hogyan fogsz eljutni, milyen útvonalon fogsz eljutni a célodhoz. Igen, első olvasásnál már érdemes aláhúzni a lényeget, de csak ceruzával vagy golyóstollal. Miután alá vagy miközben húzod alá a lényeget, szakaszonként megállsz és a margóra jegyzetelsz. Ezek lehetnek rajzok is, ezek lehetnek kérdések, amit szerinted, ha te lennél a tanár, föltennél a diákoknak egy-egy dolgozat során. Ezt a margóra jegyzetelés természetesen ki lehet majd váltani elmetérképpel is, amiről majd rövidesen beszélni fogok. Remélem, hasznos információkat kaptál.